Ködös január 1-je, 5 óra 30 perc, Blaha Lujza tér. Hamarosan indulunk a keleti pályaudvar felé. Már meg is érkeztünk, hamarosan pedig bemegyünk a csarnokba is, és megkeressük a mai vonatunkat. Ma a Dacia nemzetközi gyorsvonattal fogunk utazni Budapest keleti és Győr között, elsősorban azért, hogy kipróbáljuk, milyen az étkezőkocsi, amely ismételten visszatért az egyes vasútvonalra. Mint láthatjátok, a vonat késés nélkül, tehát 5 óra 40 perckor fog tervezetten indulni Budapest keleti pályaudvarról. A Dacia gyorsvonat egy része, egész pontosan a román kocsik már előző nap, helyi idő szerint 14 óra 50 perckor elindultak Bukarest északi pályaudvarról, hogy aztán hajnali 1 órakor Lökösházenál belépve Magyarország területére, 5 óra 20-kor megérkezzenek a keleti pályaudvarra, majd pedig irányváltást és a magyar étkező, első, illetve másodosztályú kocsik felcsatolását követően folytathassák útjukat Győrön át Bécsig. A román kocsik között található hálókocsi, termes és fülkés másodosztályú is. Számomra nagyon meglepő látvány nyújtott, hogy a CFR kocsik valamelyik kémémi táblával jelölték az úti célt, nem pedig legalább papírral, mint mi. A mai videóban viszont mi elsősorban az utasellátóval és annak szolgáltatásával fogunk foglalkozni, így én amondó vagyok, hogy kezdjük is meg ezt a témát. Magyarországon jelenleg 4 féle étkező, avagy bisztrókocsi közlekedik. Ezek közül az egyik, ami most is fogunk utazni, a DVA étkezőkocsi, mely a WRRMZ8871-es középszámmal rendelkezik, legtöbb esetben pedig a Dacia gyorsvonat, Transylvania Eurocity, Corona Intercity és nyaranta a Balaton Intercity járatain találhatjuk meg. Most pedig szálljunk fel, és próbáljuk ki az utasellátó szolgáltatást Budapest keleti és Győr között új évnapján, január 1-én. A kocsi két részét a konyha, illetve egy folyosó választja el egymástól, az egyik fele bisztró, míg a másik éttermi kialakítású. Mi most utóbbiban fogunk utazni. Az éttermi rész leginkább az első osztályhoz hasonlít, az ülések 2 egyenrendezésben, illetve a kárpit is az első osztályé. Hatalmas pozitívumként emelendő ki, hogy az étkezőkocsi minden üléséhez tartozik egy-egy USB port is. Az étkezőkocsiban is található utastájékoztató monitor, mely azonban az indulásat még nem, viszont utána már rendesen működött. Az asztalok megterítve, illetve a szezonális étlappal várják az utazó közönséget. A szezonális étlapon különböző téli ételek, például forradból is található, illetve az Advent Eurocityből is ismerős ételkínálat. A klasszikus étlapon mindenféle étel megtalálható, kezdve a reggelitől a főételeken át egészen a desszertekig. Reggelre például többek között hideg tejet és virslit is kérhetünk, ebédre pedig starburgert vagy paprikás csirkét galuskával, én a mai járaton ez utóbbit kértem. Az árak bár picit magasak, nem kiemelkedőek, hiszen mindenhol másra is már az árak nagyon elszálltak, így a tekintetben nem mondanám, hogy az étkezőkocsiban jobban vagy kevésbé éri megenni, mint bárhol máshol. A paprikás csirke 5 percen belül még Ferencváros előtt el is készült, számomra picit meleg volt, viszont pár perc várás után már ehető lett. Egyébként ízre nagyon ízletes volt. Igyekeztem mihamarabb végezni a paprikás csirkével, hogy még Győr előtt beleférhessen egy desszert is. Ám előtte picit nézzünk át a bisztró részlegre is. Itt tágosabb asztalok, illetve egy báros szakasz fogadja az utasokat, itt ugyanúgy lehet fogyasztani, mint az éttermi részben. Desszertgyanánt pedig nem mást kértem, mint egy kis császármorzsát baracklekvárral. Ízre egyébként ez is teljesen rendben volt, bár feltűnően gyorsan, körülbelül 2 perc alatt készítették el az utasellátó munkatársai. A
Az utasellátó szolgáltatás ismételt megjelenése a győri fővonalon nagyon pozitív, hiszen a RealJet-ekkel megtalálható bisztró iszonyatosan magas árakon dolgozik, míg a magyar étkező kocsikon normál árazás van. Az étlapot a leírásban található linken meg is tudjátok nézni. Személy szerint viszont nem biztos, hogy legközelebb is igénybe fogom venni az étkezőkocsit, egészen egyszerű okból, mivel a menetjegy akár többszörösét is képes itt elkölteni az ember. Ezért a mai étkezésért, egy főételért, egy desszertért és egy üdítőért összesen 5040 forintot fizettem, mely számomra már egy picit sok volt. Viszont most ideje, hogy itt hagyjuk az étkezőkocsit. Az étkező kocsiból az egyik román kocsi felé indultam el, mely azonban nem volt jó döntés, a kocsikban kifejezetten hideg és büdös volt. Ezek a kocsik belföldön egyébként gyorsvonati pótjeggyel, tehát alapáron vehetők igénybe, mivel a gyorsvonati pótjegy már nem található az árlistákon, tehát az Intercity pótjegy az első extra, amiért fizetnünk kell ma, ha MÁV-val utazunk. Viszont hamarosan Győrbe érkezünk, ahol mai útunk véget ér. Sajnos mivel sietnem kellett a csatlakozásomhoz, így nem volt időm a vonat kijárását felvenni. Ám ezúton is köszönöm, hogy velem tartottatok a mai videóban is. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornára. Kommentben beszélgessünk, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Személyvonat érkezik Celdömöl felől az 5. pályára.